mai téma. Április utolsó napjaiban lesz a vakvezető kutyák világnapja, hát mivel több információt találtunk ezzel kapcsolatban, ezért most nem szeretnénk megnevezni pontosan, hogy mikor is van ez, mindenki nézzen utána. Szabó Viktória pedig a vendége, mérték és minőség nagydíjas gazdi coach, kutyaoktató és rehabilitációs tréner. Szia! Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat! Ismét két kutyusoddal érkeztél, akiket most per pillanat a webkamerákon nem lehet látni, de láthatóak is vagyunk ugye a Petőfi Rádió Facebook oldalán. Nem sok a vakvezető kutyákról fogunk beszélgetni, nem terápiás kutyákról is. Hát kezdjük ott, hogy milyen képzési módszereket alkalmaznak egyiknél másiknál, hogy lehet egy kutyus terápiás kutyus, vagy éppen vakvezető kutyus. Tehát milyen kritériumoknak kell megfelelni? Hát milyen hosszú a műsoridő. Erről nagyon sokat tudnék mesélni. Persze csak a saját kis kompetencia körömön belül. Én elvégeztem egy habilitációs kutyakiképzője tanfolyamot, ami engem arra jogosít fel, hogy amennyiben én egy egyesületnek vagy egy alapítványnak a tagja leszek, vagy vagyok, vagy alapítok egyet, én onnantól kezdve képezhetek terápiás kutyát. A terápiás kutya is, illetve az összes többi segítő kutya egy teljesen különálló blokk az SMM rendelet szerint, ami ugye a 27/2009-es 12.3-as SMM rendelet, ha jól emlékszem, és ez fogalmazza meg azt, hogy a segítőkutyák kiképzésére, alkalmazására, vizsgáztatási rendszerére milyen kritériumok és milyen kifejezések vagy mik vonatkoznak. És tulajdonképpen ez a rendelet tartalmazza azt is, hogy a segítőkutyáknak milyen válfajai vannak, egész konkrétan van a mozgássérült segítő, a látássérült segítő vagy vakvezető, ugye a hallássérült segítő, van a rohamjelző, és van a személy segítő kutya, és egy külön-külön-külön kis blokk, vagy nagy blokk egyébként, a terápiás kutya. És ugye ez a rendelet gyakorlatilag tartalmazza azt is, hogy néz ki a vizsgarendszer, ahogy már azt említettem, milyen kritériumoknak kell megfelelni, hogyha valaki ilyen kutyust szeretne. Egyébként ez általában már a kiskutya kölyök korában eldől. Tehát mindenféle kölyök tesztekkel nézik ezt, hogy egy kutya alkalmas-e rá, hiszen nagyon fontos, hogy egy olyan habitusú kutya lehet csak terápiás kutya, aki ugye azért elviseli a különböző intenzív vagy nagyobb zajhatásokat, nagyobb fényhatásokat, vagy azt, hogy esetleg, ne adj Isten, valaki, nem tudom, rálép a kutyusra, vagy hirtelen leejtenek mellette egy bögrét, ami összetörik, vagy hogyha furán közelítik meg a kiskutyát, hiszen egy terápiás kutyának ugye ugyanúgy kell tudnia nyugodtnak maradni különböző olyan szituációkban, amik egyébként az életben megtörténhetnek. Tehát egy gyerkőc nem feltétlen tudja, hogyan kell közelíteni egy kutya felé, és hát ezekben a helyzetekben a kutyának minden alkalommal nyugodtnak kell maradni, nem mutathat agressziót, nem mutathat félelmet, és hát nyilván nem kaphat oda, tehát semmilyen szinten. Nyilván akkor ehhez egy nagyon stabil idegrendszer szükséges, de akkor ez már ennyire kiskorban látható, vagy nyilván itt ilyen túltenyésztett fajok nem is rúghatnak labdába, vagy igen, vagy illetve még azt akartam kérdezni, hogy vannak faji korlátok például, hogy vannak olyan kutyafajok, akik például biztos, hogy nem lehetnek, mert nem tudom, olyan habitusúak, hogy a fajtából kiindulva biztos, hogy nem alkalmazható terápiás, vagy éppen vakvezető kutyának? Nagyon jó a kérdés. Én nem találkoztam még olyan kikötéssel, ami arra vonatkozna, hogy bizonyos fajtájú kutyákat kizárnának a terápiás kutyázás köréből, illetve én úgy tudom, hogy nagyon sok keverék kutyus között is, tehát keverék is dolgozik terápiás kutyaként. Én azt gondolom, hogy itt a legfontosabb, ugye, ahogy te is említetted, a stabil idegrendszer, és amellett még nagyon sok egyéb olyan tulajdonság jellemző képesség kell, hogy meglegyen a kutyában, ami ugye lehetővé teszi azt, hogy a terápiás munkára alkalmas legyen. Vannak természetesen preferált fajták itt is, ugye nagyon sok a labrador, a retriever, a golden retriever, illetve a border collie, tehát hogy ezek akik extra intelligensek és nagyon emberközeliek, vagy magas falka ösztönűek, akik nagyon szeretnek az emberekkel együttműködni, ezekből nyilván több van, de mi találkoztunk már egyébként huskyval is, ami mondjuk nagyon ritka, ha jól tudom, 2 vagy 3 terápiás kutya dolgozik aktívan huskyk között, de igazából nincs olyan, hogy kizárólag ez vagy az a fajta. Nagyon ügyesek tudnak lenni bármelyik fajta bizonyos képviselői. Hogy néz ki egy vizsga, ahol segítő kutyákat képeznek? Hogy képzeljük el ezt?
Ugye manapság nagyon sokan gondolkodnak abban, hogy terápiás kutya lesz az ő kis házi kedvencükből. Na most én azt mondanám nekik, hogy itt tehát nagyon tessék felkötni azt a bizonyos nadrágot, mert egy nagyon-nagyon bonyolult és így első olvasatra nehéz vizsgakövetelményrendszer van, amit szintén ez a már említett rendelet tartalmaz. Gyakorlatilag ez két nagy vizsga részből áll ez a komplex vizsga. Ugye az egyik része az úgynevezett temperamentum vizsga, ami több alrészből áll. Itt például olyan feladatoknak kell megfelelni a kutyusnak, tehát hogy ugye nem reagálhat agresszíven, stb. Tehát hogy ez is le van írva, hogy hogyan kell reagálnia, hogyan nem szabad reagálnia. Tehát vannak olyan részek, hogy ilyen, hát intenzív szagos sálban közelítik meg a kutyust, ölelgetik a kutyust, ledobnak mellette egy májkrémes szendvicset, hogy ugye nem nyúlhat utána, eldöntenek mellette egy mankót, többen fenyegetőleg közelítik meg, egyszerre hangosan kiáltoznak mellette, furán hadonászva közelítik meg a kutyust, és ugye egyikre sem reagálhat túlzott félelemmel, vagy esetleg agresszióval. Ez az egyik része, ami szintén egy elég nehéz, tehát hogy azért tudjuk a kutyusokról, hogy azért nem minden szituációban tudnak ők magabiztosan úgy viselkedni, ahogy az ugye nekünk... De hát van bennük egy ösztön, nem? Igen. Tehát pont erre próbáltam célozni, hogy nyilván, hogyha mondjuk teszem azt egy szituációban egy kisgyerek, aki nem igazán tudja, hogyan nyúljon helyesen egy kutyához, mondjuk még meg is húzza a fülét, vagy meg is szorítja a farkát, vagy jó erősen megtépi a bundáját, ugye a kutyának nem szabad erre sem úgy reagálnia, ahogy egyébként egy normális kutya egy normális szituációban ember reagál. Tehát, hogyha a temperamentum vizsgát egyébként sikeresen abszolvált a kutya és a felvezetője, akkor van egy másik rész, az úgynevezett terápiás szituáció, vagy hivatalosan ugye úgy van a rendeletben, hogy viselkedés valós helyzetben, és ebben a részben pedig gyakorlatilag hát mint egy hospitálás zajlik, tehát ott valós helyzetekben kell a kutyusnak bizonyítania, és elő van irányozva, hogy milyen feladatokat kell ugye teljesíteni, például a gyerkőcökkel, a gyerkőcnek kell pórázon vezetni a kutyust, ezt is tehát együttműködőnek kell lenni a kutyának, aztán például feladatot kell tudnia kérni a gyerkőcnek a kutyustól, a kutyusnak együttműködnie kell, ugyanígy a gyerkőccel. Tehát itt is meg vannak határozva, hogy milyen feladatok azok, amikből aztán ugye a vizsgát azt leteszi a kutya gazdi páros, és ha ez megvan, akkor kapnak erről egy ilyen igazolványt, illetve ugye még egy egészségügyi vizsgálat is hozzátartozik ehhez a vizsgához, tehát egy nagyon komoly egészségügyi vizsgálaton kell a kutyának átesnie. Ugye ez mindenféle külső-belső élősködőre, parazitára kiterjed, és még egyéb dolgokra is, úgy mint diszplázia, a szalmonella, a bélsárvizsgálat, tehát hogy egy eléggé átfogó vizsgálat van. Mennyi idő felkészíteni egy kutyát egy ilyen vizsgára? Hát én azt mondom, hogy szerintem ez egy fél év, egy év, de ez tényleg attól is függ, hogy milyen a kutyus habitusa, milyen az alap természete, milyen az idegrendszere, milyen tulajdonságokkal rendelkezik, illetve ugye nyilván a felvezetőn is múlik, illetve azon, hogy mondjuk mennyire van sok szabad idejük, tehát mennyit tudnak mondjuk gyakorlással, tréningezéssel tölteni, és hogy a kutyának mondjuk a tanulási sebessége az milyen. Tehát hogy én azt gondolom, hogy van olyan kutya gazdi páros, akik akár néhány hónap alatt is tökéletesen fel tudnak készülni, és tudnak sikeres vizsgát teljesíteni, míg természetesen van olyan is, aki mondjuk egy-két év után, sikertelen vizsga után újra próbálkozik, és utána abszolválja a vizsgát. Ha valaki ezek ellenére, vagy ennek hallatán otthon kedvet kap, és szeretne segítő kutyát képezni, akkor mit érdemes tudnia még ezen kívül, hogy ilyen komoly vizsgán kell részt venni? Tehát például, hogyha kiképez valaki egy segítő kutyát, lesz erről papírja, akkor valamelyest azzal is kell számolni, hogy mondjuk le kell mondani a kutyáról, pont azért, hogy másnak tudjon segíteni?
Nem igazán kell lemondani róla. Igazából itt ez a terápiás kutyázás, ez egy iszonyatosan gyönyörű foglalkozás, vagy egy nagyon-nagyon szép hivatás. Tulajdonképpen itt megvan szabva, hogy éves szinten hány terápiás foglalkozást kell a kutya-gazdi párosnak teljesíteni, és nyilvánvalóan, hogy a kutya-gazdi páros határozza meg, hogy az egyesület vagy az alapítvány égisze alatt, ahol működik, vagy ő terápiázik, hogy milyen jellegű foglalkozásokon szeretne részt venni. Van, aki idősek otthonába jár, van, aki beteg gyerkőcökhöz, van, aki egészségeseknek mindenféle mesés foglalkozásokat tart, és abba csatlakozik be, vagy finom motorikai fejlesztés, vagy bármi olyan fejlesztő foglalkozásba be lehet csatlakozni, ilyen terápiás kutyussal, ahol ugye nyilvánvalóan igény van rá. És nagyon-nagyon szuperek ezek a foglalkozások. Nekem volt alkalmam ugye a vizsgára való felkészülés során betekintést nyerni, illetve ugye én is vizsgáztam egy kölcsönterápiás kutyával, és nagyon-nagyon élvezik a gyerekek, elképesztő, hogy milyen könnyedén teremtenek kapcsolatot, mert hogy a kutya gyakorlatilag egy kommunikációs híd a felnőtt és a gyerek között, és még azok is, akik mondjuk nem beszélnek, vagy nem szívesen kommunikálnak felnőttekkel, ők is elkezdenek a kutyával, és azon keresztül a gazdival is kommunikálni, és annyira csodálatos ez az egész, hogy tényleg. Jött egy üzenet, sziasztok, van egy törzskönyves spánielünk, az anyukája állítólag terápiás kutya volt, kicsiként is alig rágott szét dolgokat, alig kaparta ki a füvet, ha nem vele foglalkozunk, nyugodtan fekszik, pedig még csak egy éves múlt. Ha játszunk vele, játszik, ha sétálunk, örül neki, nagyon szófogadó. Alig használunk pórász, nekem ez nagyon furcsa volt, hogy lehet ilyen nyugodt egy kutya. A korábbi kutyusaim kicsi korban kb. Mindent szétszettek. Ez a törzskönyv per jó idegrendszer miatt van, vagy egyéni tulajdonság? Ez mindenféleképpen egyéni, de az már egy nagyon jó jel, hogy az anyuka terápiás kutya, mert hogy biztos vagyok benne, hogy azért ő ezt a habitust, ezt a nyugodt, kiegyensúlyozott habitust, ezt ő örökítette, vagy örökítette. És én azt tanácsolnám az üzenet küldőjének, hogy egy egyesületet, hogyha felkeres, aki terápiás kutyák képzésével foglalkozik, vagy aktívan terápiás kutyázós egyesület, mindenféleképpen tudnak ott segíteni, és esetleg tudják tesztelni, vagy tudnak véleményt alkotni az ő kis spánieléről, de ez egy nagyon-nagyon szuper alap lehet ez a kutyus arra, hogy esetleg, hogyha gondolkodik ilyenben az üzenetírója, hogy terápiázna a kutyussal, akkor én azt gondolom, hogy hajrá, mert ez tényleg nagyon jó, amit leírt, vagy összefoglalt. Mondjuk 100 kutyából mennyi idézőjelesen vérzik el egy-egy ilyen felmérés során, ugye még mielőtt vizsgáról még ne is beszéljünk, egyáltalán a felmérésen, ugye azt mondtad, hogy nagyon sok kritériumnak meg kell felelni ahhoz, hogy valaki terápiás vagy segítőkutya legyen. Nehéz ezt így megsatszolni, mert nyilván most butaságot nem szeretnék mondani. Nyilván, ha már van egy jó alapja a gazdinak, tehát van egy nagyon-nagyon jó habitusú, egy nagyon mondjuk egy alacsonyabb energiaszintű kutya, aki nagyon jól együttműködik az emberekkel, szívesen kommunikál, felajánlja gyakran a szemkontaktust, jó aportkészsége van, magabiztos, feltalálja magát a helyzetekben, de nem túlságosan, vagy nem félős, tehát hogy nagyon jól reagál a hirtelen zajokra, minden egyébre, akkor én azt gondolom, hogy az már egy szuper kezdés, de ugye ebből a kis gyurmából, ebből még lehet bármi, mert ugye nagyon-nagyon sok minden múlik a nevelésen. Nyilván az alap tulajdonságokat nem lehet változtatni, tehát azon a csomagon, amivel a kiskutya megszületik, azon nem tudsz csak maximum finom hangolni, de ha már van egy jó alapod, akkor azt tudatos tréninggel, neveléssel nagyon szépen összetudsz abból a kutyából hozni egy terápiás kutyát. Miért van az, talán már hallgatók közül is tapasztalták többen is, hogy ha van egy segítő kutya, ahhoz nem szabad úgy közelíteni, mint egy bármilyen más kutyához?
Hát én azt javasolnám a kedves hallgatóknak, hogy bármilyen más kutyához se közeledjenek, úgyhogy kinyújtják a kezüket, és jaj, cuki, jaj, szeretném megsimogatni, ugyuló-bugyuló. Ezt nem igazán tolerálja a gazdi sem, meg a kutyák sem nagyon szeretik, hogyha így közeledik egy vadidegen hozzájuk. Mindig én azt tanácsolnám, kérdezzük meg a gazdit, hogy oda szabad menni, mit gondol a kutya, szereti a kutya, hogyha simogatják. Például az enyémek sem nagyon szeretik, ha nincs kaja, nincs simi alapon, tehát ők így működnek, de viccet félretéve, tehát hogy van nagyon sok olyan kutya, aki nem igazán szereti az idegeneket, a közeledést, a simit, és jobb, hogyha előre tisztázzuk ezeket a dolgokat. Nagyon sok baleset van ugyanis ezekből a helyzetekből, hogy például a kisgyerkőcök is odaszaladnak az ismeretlen kutyához, noha ő pórázon ott ül a gazdi mellett, és ebből nagyon sok sérülés is származhat. A másik kérdés, amit feltettél, az pedig ugye arra irányult, hogy szabad-e vagy nem szabad a egyébként segítő kutyákat simogatni. Erre pedig az lenne a válaszom, hogy ők feladatban vannak. Tehát ők éppen dolgoznak, és ezért sem jó őket szanaszét szeretkézni és cukisztatni. Kizökkenti? Hát igen, tulajdonképpen. Meg ő ugye éppen egy melót lát el, vagy hát hogy munkában van, és én se nagyon szeretem, hogyha éppen munkában van a kutyám, vagy kapott egy feladatot, vagy egy vezényszót, és ő éppen dolgozik, vagy láb mellett jön mellettem, akkor valaki mondjuk úgy csak úgy poénból elmegy mellette, és oda nyúkál. Uh-huh. Tehát, hogy erről tudni kell, hogy ők ugye éppen akkor például egy vakvezető kutyus, ő éppen a gazdájával dolgozik, vagy neki segít, és nem illik egyébként sem így belezavarni ebbe. Előbb abba, hogy a mentális egészség javításában ezek a kutyusok hogy vesznek részt, és milyen szerepük van? Ha általánosítani szeretném, akkor tulajdonképpen mindenki, aki egy kutyával osztja meg a lakását, otthonát, házát, tulajdonképpen átvitt értelemben egy terápiás kisállattal él együtt, hiszen ugye azt mindenki megfigyelheti saját magán, hogy amikor hazaérek, és egy kutya vár otthon, vagy esetleg egy macska, vagy bármilyen kis állatka, akkor sokkal jobb kedvem lesz, ugye megnyugszom, a vérnyomásom is stabilizálódik, tehát csupa-csupa olyan fizikai tényező az, ami változik az én kis testemben, vagy például endorfin termel a szervezetem, dopamin termel, tehát hogy a boldogsághormon, amikor meglátjuk, rájuk nézünk, vagy ugye nagyon sokan szeretnék megsimogatni őket, hát nyilván azért, mert ugye a simogatás is tulajdonképpen nagyon és jó. És is hívnak játékra, úgy látom. Nagyon jó hatással van. Egymást. Igen, és most engem szórakoztatnak. Szóval visszatérve válaszra, illetve ugye nagyon-nagyon megnyugtató érzés, nagyon kellemes érzés az ő társaságukban lenni. Ugye nyilván ez egy terápiás kutyánál is igaz, nem elvitatva az ő érdemeit, de tulajdonképpen ugye hát akivel együtt élünk, ő már eleve minket terápiázgat. És téged, a saját kutyusod, a stressz szintünkre, illetve a lelki állapotra, akkor milyen hatással vannak ezek a kutyusok? A stressz szint csökken ugye a jelenlétükben, hiszen hát, ha csak nem rágták szét a kedvenc cipőnket vagy a kanapénkat. Igen, akkor kicsit más irányba billene. Igen, az egy kivételes helyzet, mert hogy egyébként ők nagyon sokat segítenek abban nekünk, hogy nagyon, nagyon jó hangulatunk, jó kedvünk legyen, mert hogy amióta a Pandora itt ugrál rám és próbálja a kezemet letépni a helyéről, azóta én is iszonyatosan jókedvű vagyok és boldog. Igen, kicsit bedurult. Igen. Gyerekeknél milyen kapukat nyithat ki egy terápiás kutya? Nagyon széles a repertoár, mert hogy a leggyakoribb egyébként a kommunikáció. Tehát nagyon-nagyon sokat segít egy visszahúzódó gyermeknél, vagy egy olyannál, aki mondjuk nem képes kommunikálni, mert mondjuk bármilyen kommunikációs problémával küzd, vagy beszédfejlődésében visszamaradott. Ott is nagyon-nagyon sokat segíthet egy kutya, már a jelenléte. A kutyusokkal mindig kommunikálni szeretnének a gyerekek, van hozzá kedves szavuk,
és nagyon szépen meg tudnak nyílni a kutya jelenlétében, sőt, hallottam már olyan esetről is, hogy egy bántalmazott gyermek a kutyával osztotta meg az ő legféltettebb titkát, tehát hogy erre vonatkozólag, és nagyon-nagyon sok esetben, hogyha például a kutyának adnak feladatot, ugye az önbizalmukat is növeli, tehát hogy az nagyon-nagyon sokat segít az ő személyiség fejlődésükben, hiszen az, hogy egy állatnak ki tudnak adni egy feladatot, vagy tudnak neki adni egy vezényszót, és a kutya együttműködik velük, az egy hihetetlen sikerélmény a gyermek számára. A terápiás kutyáknak van valamiféle megjelölése? Tehát, hogyha például az utcán találkozunk egy kutyussal, akkor el tudjuk dönteni valami alapján, hogy ő akár egy terápiás kutya? Ők valójában azok a szuperhősök, akik ugye olyanok, mintha normális kutyák lennének, átlagos kutyák, és ugye ahogy leszáll az est, nem vicceltem, tehát nem, hogyha ők éppen valamilyen terápiás foglalkozáson vannak, akkor ugye általában rájuk kerül egy speciális hám, és azon szokott lenni ilyen felirat, hogy terápiás kutya, vagy illetve a kutya neve még adott esetben, tehát ők semmilyen külső megkülönböztető jelzést, ha csak nem mondjuk az egyesület vagy az alapítványnak a saját logozott bilétáját nem viselik, illetve ugye van egy ilyen biléta, tudomásom szerint, ami minden kutyusnak a nyakában lóghat, hogyha egyáltalán mondjuk nyakörvet használunk, de ugye van olyan kutyus, akivel inkább hámban sétálnak, tehát igazából, hogyha találkozunk is az utcán terápiás kutyával, nem biztos, hogy tudjuk, mert nem szembeötlő az, hogy ő terápiás kutya. Nem úgy, mint például egy akár egy mozgássérült, vagy egy látássérült segítő kutyánál. Mert ott mi a különbség? Mert ott például, ha vakvezető kutyusokra gondolunk, akkor nyilván már a gazda is, tehát egy speciális helyzetben van, és rajta is látszik természetesen ugye az, hogy ő látássérült, illetve ugye a kutya is egy olyan speciális segítő felszerelésben közlekedik ugye a gazdája mellett, hogy arról ugye messziről látható, hogy ott az a kutyus éppen feladatban van, és éppen a gazdinak segíti a mindennapjait. Mennyire ösztönösek a kutyák abban, hogy segítsenek? Mivel a kutyák tulajdonképpen az összes többi állattól nagyban különböznek abban a tekintetben, hogy ők azért nagyságrendileg 15 ezer évvel ezelőtt minket választottak, hogy együttműködjenek velünk, megvan bennük a hajlam arra, vagy megvolt bennük már akkor is a hajlam, ugye a kutyáknak az ősei, most farkasok ősei, vagy volt egy közös ős, tehát ezt még mindig így vita tárgyát képezi, de hogy ezekben az állatkákban megvolt az a hajlandóság, hogy ők szeretnének kommunikálni az emberrel, ők keresték az emberi kontaktot, együtt akartak működni velünk, és ugye ez volt az, ami őket tulajdonképpen mellénk sodorta, és így alakulhatott ki ez a szuper kapcsolat köztünk. És ugye nem csak megkönnyíthetik az életünket adott esetben, hanem igazi barátunká, társunká is válhatnak, úgyhogy ezért vigyázzunk rájuk nagyon. Nagyon Szabó Viktória érték és minőség nagydíjas gazdi kócsa, kutyaoktatóvá rehabilitációs trénerrel beszélgettem ebben az órában itt a Petőfin, és várok további tapasztalatokat a témával kapcsolatban. Neked van-e kutyusod, milyen a kapcsolatotok, miben segített már neked a kutyus, volt-e valami olyan lelki problémád, amit mondjuk csak vele osztottál meg? 0630303380 az SMS számunk, de lehet üzenni a Petőfi Rádió Viber elérhetőségén is, ehhez a Viber keresőbe be kell írnod, hogy Petőfi Rádió. Már is jön tehát a folytatás, és itt lesz a Road Movie All Stars is.